Az a szem ide fagyott. Jó reggelt, Milán! Bazd meg, nem akartalak felébreszteni. Ne haragudj. Direkt azért nem mentem be hozzád, bazd meg, mondom. Öntök egy kis vizet, meglepiből. Azt szerintem megfagyott. Nézd csak, ez jó szobahőmérsékletű víz. Jaj. Ecsém, jó, felkeltettelek. Mindjárt húzok el, és akkor kijöhet szaladgálni. Szia. Nem engedlek most ki, meg kimész a kapun, azt elmész a picsába. Na jó reggelt a fedélzeten. Ez az első, de jó szag van, munkanap. Start, stop, nem kell, mert utálom, mint a szart. Ez az én véleményem. És mi kell nekem? Kéne nekem egy... Minusz 5 fok van, bazd meg! Egy transporter kulcs. Jaj! Az ellátmányom. Le fogom betonozni most a hétvégén a srácokkal ezt a garázs alját. Úgyhogy azért árok arrébb a tranyóval, hogy ide, bazd meg, ide akarom rakatni a sódert az autó elé, de az autó, ahol most áll, ide is szeretnék betonozni egy kis placot, azért, hogy egy kerékcsere, meg mi egymásnak legyen egy kis hely, mert a mi udvarunk az olyan, hogy tiszta fa, minden, meg ilyen füves, és nem nagyon van lehetőségem előtt rakni az autó alá, mert úgyis elsüllyed. És akkor összehoztuk ezt a kis könnyű szerkezetes garást a két autónak, aminek ajtót fogok csinálni, fogunk a srácokkal. Majd kívülről kap egy 2 centis hőszigetelést, nikecelt, és... Jaj! Kap egy 2 centis hőszigetelést, és azt majd legletteljük, és ilyen homlokzati festékkel lefestem. Mert itt olyan plac van, hogy tiszta törmelék minden, mert itt lebontottam egy ilyen kerti budit, meg ezt-azt, és akkor ezt már ledöngöltem, majd meg fogom még földdel kicsit oldani, azt is ledöngöljük, kicsit megvasaljuk ilyen vasállóval, és akkor lebetonozzuk szépen. Ez a hétvégének a... meg itt rendet rakni, mondjuk olyan nagy rendetlenség nincsen. Ja, minden sarkon található egy bogár az udvaron, és anyu már totál ki van tőle égve, hogy mindig összehol...
Ez mi a fasz keresett? Összehordasz minden szemetet. Ez mit így el van dőlve? Valaki járt itt? Vagy mi a fasz? Vagy csak Milán. Szaladgált a szétütött mindent. Vagy a szél. Amekkora szél volt az este, nem is csodálom. Na, szóval ilyen dolgok fognak történni a hétvégén. Ija Istenem, kicsit ideg az ülés. Nem sikerült. Így. Belenyúltam, bazd meg, de nyomorék vagyok. Már megint mínusz 6 fok van. Azért szipogok. Hóttakony vagyok már megint. Na hát ez az első munkanap. A rinocérosznak, mivel hogy ilyen fasz a kis rendszámba lett, én ezt a nevet adtam neki. Tök fasz a kis autó, már tettem bele 70 kilométert. Még tegnap átvettem, hazamentem, ma eljöttem melóba. És már meg is hekkeltem kicsit. Ez egy egyszerű felállási technika szerintem. Így. Mivel hogy 100 kiló a teherbírása ennek a platóajtónak, és simán rá lehet állni. No, fűtés rendszerek vezetékeinek a szigetelésére használt csőhéjat gyönyörű igényesen megvágtam tengelyirányt, és a műszaki emberek duct tape-en kívül és VD40-en kívül legnagyobb barátjával, a kábelkötegelővel. Gyönyörűen ide kötöztem ezt a szigetelést, és azért csináltam mindezt, mert ezt a keretet, amit direkt... Na, de jó valakinek. Ő biztos nem KG-csövet szerelni megy, aki azon a gépen ül, nem mindegy. Most ne keveredjünk bele ebbe. Lényeg, hogy ezt is sajnálom, meg igyekszek mindenre vigyázni, úgyhogy azért tettem oda, hogy a csöveket, amiket így rárakosgatok az autónak ezen a részére, ne karcolja össze a festést. Hát, igazság szerint... Jó! Ez vagyok én, aki ilyen dolgokat művel, és még ide műfüvet fogok rakni, azért, hogy a gyári műanyagot, ami platóvédő, azt védjem. Érted? Ez védi a platót, de én teszek rá egy anyagot, hogy megvédjem a platóvédőt. Hát, igen. Megint csak ez vagyok én. De egyébként azért is teszem, mert hogyha dobozokat meg szerszámos ládákat rakok, ezen a műanyagon kibaszott jól csúszkál. Tudod, kanyar. És attól behányok. Úgyhogy a műfűtől meg szépen megtapad. Jó, genyó! Jó súlya van. Van csak annyi híja, hogy felrakjak oda egy matricát. Aztán áthúzok a szomszédba, és jól megpakolom csővel. Igen. Hát hideg van. Eléggé meglevesesedett az orrom. Ők is azért húznak innen el azzal a repülőgépjárművel, mert hideg van. Az első pakolás meg is volt. Jaj, bazd meg, de geci hideg van. Ez kurva jól néz ki. Na majd mikor ezeket a kis csőtartókat meghosszabbítom, úgy terveztem, hogy szerelősin, ami lyukacsos, az belülre szépen beillik, bentről egy kapupáncsavar kiér addig, hogy egy hát szerintem önzáró szárnyas anyát fogok rátenni, és akkor azt felmagasítom szerintem egy olyan 70 centivel. Jó lesz az, gyerekek. Na, hellóskacok. Véget ért a mai munkanap. Felpakoltam a platóra a betonkeverőt, nem látszik semmi, mert süt a nap. Mindegy. Betonkeverőt, lapátokat,
hosszú vízmértéket, akus behajtót, szerszámos ládámat, stb. És megyek hazafelé, mert holnap betonozunk, de ma még szerintem megcsinálom az ajtókat a garázsra, amit úgy terveztem, hogy tetőlécből csinálom meg a keretet, azt ilyen vassal össze, csörög a telefon, tehát ilyen vassal össze fogom csavarozni, ilyen sarokvassal, aztán OSB lap lesz rajta a külső borítás, arra meg majd még jön egy lemez, hogy vízálló legyen, meg jól nézzen ki, és ennyi. Aztán ugye négy ajtót kell megcsináljak, két darab 150 cm szélességi nyílót, és egy, illetve két darab 1.75-öst, ha jól tudom. Mindegyik három ponton lesz felfogatva, olyan vasalást vettem neki. Ennyi. Úgyhogy ez következik most. És folyamatosan csörög a telefonom.